Sziasztok, sziasztok! Az elmúlt heti kavalkád és őrület után most az e-heti filmünk az nagyon csöndes, tehát sokkal csöndesebb, mint a Bosszúállók, még a címéből is ez fakad, ugye a Hang nélkül című horror thrillert néztük meg, nem tudom mi a műfaj, mert a Gyuri eldönti, és nagyon vártuk már ezt, igazán jó kritikákat kapott, sokan szépeket mondtak róla és írtak róla, és most itt a premiéren megnéztük. Történet szerint egy alternatív 2020-ban járunk, vagy 2021-ben, igazából mindegy is, a nagyon közeli jövőben, ahol az emberiség egy nagy része szemlátomást kihalt, alig élnek a Földön, elszórva található néhány család túlélő, mi is egy ilyen elszórt családnak a mindennapjaiba nézünk bele. Olyan szörnyek pusztítanak a világba, akik nem látnak és... Nem ejtenek foglyot, viszont nagyon erősen hallanak, vagy nagyon jól hallanak. Tulajdonképpen fülszörnyek, én így neveztem el őket. És ezért nagyon nagy kusban kell lenni, mert hogyha a legkisebb hangot is kiadod, akkor levadásznak és megölnek. Egy apróbb fing az életedbe kerül. Igen. És ez a család, akinek mi itt a magánéletébe belenézünk, ez próbál túlélni ilyen körülmények között, úgyhogy néma csöndben legyenek, jelbeszéddel kommunikálnak, fölfestett utakon közlekednek, a házba még a nyikorgást is elkerülendő, a lépéseknek a helye is meg van jelölve, még a társasjáték is néma kusba kell, hogy megtörténjen, a vacsoráról nem is beszélve. Szép és alaposan felépített világukba azonban természetszerűleg jön egy kis hiba, és... ez a hiba, ez akár végzetesnek is bizonyulhat, ez a film történet. Konkrétan melyik hibára gondolsz? Hát a szögre. Ja, a szögre? Ez benne egy szög. Azt hiszem, hogy ez a film története, de persze sokkal több ennél. A szög mellett azért ott van egy csecsemő is, tehát hogy a asszonypajtás terhes. Igen. Ami egy ilyen világban nem annyira megbocsátható szerintem. Hát nem kifizető. Szögezzük rá, hogy egy ilyen, egy ilyen szituációban szerintem, az, ha az emberiség teljesen kipusztul, akkor az a gyerekek miatt van, meg a terhes nők miatt. Tehát ilyen nincs, ilyen kisgyerekek mellett, tehát még egy felnőtt ember se tudna úgy létezni, hogy nem csak zajt. Tehát már hogyha alszol, van, hogy az ember rosszat támadik, pláne ilyen szörnyekkel teli világban. Tényleg? Rosszat támadsz, így felkiált a számodba, és kész, már halottak vagytok. Tehát ez képtelenség nyilván. De azért szépen föl van építve ez a film, és nagyon szépen megkonstruálják az életet, amiben nincs hang. És szerintem jól kerülik el a forgatókönyvben is azt, hogy hangot adjanak ki a főszereplők. Én azt hiszem, hogy valóban a kisgyerekeknek a játékossága az predesztinálja az, hogy valaki hangot fog kiadni, ez itt is megtörténik. Lesz tragédia is, és a filmnek egy mögöttes területe az az, hogy hogyan lehet a tragédiával megbirkózni. Ki a hibás? Ki tehet róla? Ilyen dolgokat boncolgat a film. Azt hiszem, hogy ezt szépen teszi. És ez egy nagyon izgalmas film. Nem egy szokványos horror ez, vagy thriller. Ja. Nem akar fölöslegesen ijesztegetni, egyszerűen csak ijesztő. Az a nagy csönd, ami uralkodik a film első felébe, főleg az önmagában rémisztő. Nem is kell, hogy jumpscare-ekkel riogassanak minket, mert minden jumpscare, tekintettel arra, hogy nagy kus van. Igen, és hát ettől egyébként nem biztos, hogy ettől ténylegesen jobb, de nekünk, legalábbis mi úgy éreztük, hogy sokkal jobb a színészi játék, attól, hogy nem nagyon beszélnek. Uh-huh. Sokkal kifejezőbb minden, emellett persze nyilván elmegyünk minden más filmnél, mert ki tudja, lehet, hogy ha az emberek nem beszélnének annyit, akkor így jobban tudnák értékelni. Mindenesetre ebben a filmben mindenki tök jó emiatt. Igen. A gyerekek nagyon jók, nagyon kifejezőek, a felnőttek, talán a legjobb az apa szerintem. Az apa nagyon jó színész. Az apa meg a kislány az, aki a legerősebb szerintem ebben a filmben. A furafejű kislány. Ez amúgy a furafejű kislányoknak az évtizede lesz, mert előre látom, ugye tudod, van ez a tudom, másik horror. Pontosan gondoltam is arra én közben, de az már nem csak fura, az igen, már... Igen, tehát ez a kislány is azért érdekes. Ijesztő, jó választás. De nagyon hihető egyébként. Igen. Hát amiben itt bele lehet kötni, azok a technikai baromságok, amik... Tehát nem kell ezekbe belekötni, de miközben ülsz a filmen, eszedbe jut egy csomó dolog, hogy de most miért nem így csinálják, miért nem ezt csinálják. Mondj légy szíves példát erre, mert én most hát például ugye az a lényeg, hogy ezek a lények, ezeket vonza minden típusú zaj, de most például engem az is zavar, hogy nappal egy millió madár, meg mindenféle élőlény van, az én nem igaz, gondoltam. Azoknak az egy ilyen hangorkán lenne, és azokat nem tudják kinyírni. Ugyanakkor ahhoz viszont hozzászoktak, szerintem, mert hogy ezeket a hangokat azért szerintem ők így vagy megszokják, vagy nem egyébként, ha figyelted, akkor
Éjszaka a tücskök azok voltak, és azok ugye zavarták őket, de madár hangot nem nagyon lehetett hallani, és szerintem azért, mert kinyírták az De összeset. madarakat nem tudják kinyírni, a verebeket, persze. Hát most azért... nem Vagy engedik darazsak, leszállni millió őket. Ilyen dongó izé lény van a világon, Jó, ami persze, hát most... zajcsap. De a másik, tehát ami egyből szöget üt az ember fejébe, az, hogy ugye elmennek a folyó mellett, ami tök hangos. Tehát, hogy akkor miért nem a folyó mellett laknak? Ott Sőt, kéne lakni, egy vízeséshez is elmennek, ahol ez még igaz. Ordibálhatnak is, mert az egy nagyobb zaj, és elnyom mindent. Ott kéne lakni. Ott kéne lakni, igen. Más kérdés, hogy azért egy ilyen világban, ahol ezek a randalíroznak ezek a szörnyek, és nem lehet kiadni hangot, ott azért... Ott már nem lehet építkezni. Hát igen, igen ez a baj. Szóval nehezen húzol fel egy házat, még van, a vízes hogyha lehetne építkezni, mert ugye tehát a házukba is próbálnak csendben lenni, de oda is tök jól lehetett volna a pincébe csinálni egy ilyen hangszigetelést, igen, de nyilván igen. Nem tudnak építkezni semmilyen szinten, igen, mert igen. Minden zaj halálos lehet. Hát igen. Szóval ja, ilyen dolgok vannak, meg a nem fegyverek sok, dolga, hogy a csávó például egyik pillanatban shotgun van nála, aztán azt otthon felejti, amikor baj van, és akkor csak ilyen fejszéhez nyúl. Szóval ezek a dolgok, amik hát szerintem a shotgun nem akarja magával vinni nyílt terepre, mert hogy egyet kilőhet, de aztán jön a többi, mert hogy jön a többi. Jó, hát ez tény. Nézd, az a helyzet nem, sőt, ti nézzétek, az a helyzet, hogy ez egy nagyon jó alapötlet, de olyan alapötlet, ami azért veszélyes talaj. Tehát, hogy egy olyan filmet csinálni, egy olyan novellát csinálni, mert én azt gondolom, hogy ez egy rövid történet ennek az alapja, aminek abban áll a lényege, ugye, hogy egyáltalán nem lehet hangot kiadni, mert hogy itt kuzsba kell lenni, mert jönnek a szörnyek, akik emiatt ölnek, az magába hordoz néhány hibát. Tehát, hogy nem tudunk hangok nélkül élni. De ez nem érdekel szerencsére, nem a filmbe. Bőven van annyira jó, hogy ez ne zavarjon. Nem engem, nem, csak tehát gondolatokat ébreszt közben, hát ben olyanokat, hogy mondjuk ugye látjuk ilyen feliratokból, hogy a hadsereget is megtámadták, ott vannak ilyen újságcikkek, és akkor ott írják, hogy ezek elpusztíthatatlanok, meg nem lehet őket sebezni, meg semmi. De ugye, miután a hangra ennyire érzékenyek, tehát a tizedik percnél arra gondoltam, hogy a valami hangfegyver, valami szónikus szarság, a kutyák ugye sokkal érzékenyebbek a magas hangokra, ja. Valami ilyet felerősítve, igen, az hatásos lenne, de úgy tűnik, hogy ez senkinek nem jut az eszébe. És illetve így kiírtják az egész világot, tehát azért ennyire nagyon, nem hülyék az emberek szerintem. Nézd, nagyon jogos, amit mondasz, de erre meg esetleg, és egyébként ezt kellett volna mondani a filmnek, hogy azt lehetett volna reagálni az alkotóknak, az íróknak, hogy azt mondják, hogy ezek nagyon gyorsan támadtak, és hogy gyakorlatilag még mielőtt egy szonikus fegyverrel előugrott volna valaki, vagy előrukkolt volna valaki, szóval mit tudom én, pár nap alatt legyakták az emberiséget. Végülis ez lehet. De igazad van, mert tényleg akkor valaki előjön egy ilyen síppal, ami egy mit tudom milyen frekvencián ad ki hangot, igaz. Ja. De hogy igazából mini környezet ez a kis család, amiben vagyunk, és valahogy nincsenek olyan skálája, hogy most itt az egész ember is, szóval nem egy UFO ellenes harcba kapcsolódunk bele. Igen, ők csak túl akarnak élni, ja, és az életet ja. Akarják átmenteni, és ezért, ja, hát így elég ja. Vannak kötve. Igen, igen, igen. De hát a főleg nagyon jó volt ez a film, persze. Én tök élveztem, nem persze. Is hosszú. Azt hiszem 90 perc, 94. Jaj, ilyesmi. Nagyon jók a színészek. Többnyire csönd van a filmben, ami az elején egy kicsit fura, de aztán így megszokod. És szerintem igen. Tök jó. Jó kis mozi, úgyhogy ajánlom mindenkinek tényleg. Szerintem is meg kell nézni. Ha pontozni kellene, akkor te mit mondanál, Gyuri? Szerintem 7,5. Jó, én bátran mondok rá 8-at. Szerintem ez a film ez olyan, amit akár még a jövőben is újra fogunk nézni. Izgalmas is, bőven elég izgalmas, olyan jelenetekkel jön elő, és olyan szituációkkal jön elő, amik nagyon megágyaznak ennek, hogy nem lehet hangot adni. Tehát ez, ami a trailerből is kiderül, hogy szülési jelenet ugye itt lesz, nyilván ebben nem mondunk el újat. Hát, hogy egy szülést hogy lehet úgy levezényelni, hogy közben ne adj ki hangot. Meg egy csecsemővel hogyan lehet igen. Ott lézengeni. Igen, ez önmagában... Tehát, hogyha csak erről a jelenetről szólna ez a film, és mondjuk ez egy 10 perces rövid film lenne, már akkor meglehetősen nyomasztó lenne, és hogy az. És közben még egyszer mondom, csak utoljára visszatérve, arról, hogy ki kell fejezni az érzéseinket, pláne egy ilyen csöndes világba, és hogy nem szabad ezzel várni, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban jót mond ez a film, és jól mondja ezt. Úgyhogy van tartalom is benne. Lehet, hogy kicsit amerikainak tűnik a tálalás, de szerintem talán nem is az. Úgyhogy érdemes ezt megnézni. Ja, nézzétek bátran meg. Ajánljuk. Maradjatok kusba a moziterembe, arra is rászoktat, ez sokakra ráfér. Mi most nem tapasztaltunk ilyet, hogy valaki szövegelt volna. Igen, mert azért szeretnénk egyszer majd egy olyan videóval előrukkolni, amiben sorra veszük, hogy nem szabad viselkedni moziterembe. Na mindegy, ezt tényleg, ezt is csöndbe kell nézni.
És hát akkor még nézzetek minket is, de azt nem kell, hogy csöndbe, nyugodtan kommenteljetek mindent, például erről a filmről. Nyugodtan lehet anyázni Ábelt a csetben. Így van, hogy a hajamat kifigurázni. Minden esetre nem sokára újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.